19 éves vagyok, hegesztőnek tanulok, csináltam egy videoklipet a YouTube-ra, és hát valahogy ez kicsit nézettebb lett, ezért nem tudom, igazából ennyi. Volt-e már fellépni egyébként? Hát egyszer volt egy olyasféle dolog, mint fellépés. Volt egy ilyen szülinapi buli, és oda elhívtak fellépni a Kőkemény egy darab számommal, de ott így minden ismerősöm volt, szóval így nagyon jól sikerült, és hát ennyi igazából. Egy számon hogy tudtál fellépni? Hát úgy, hogy visszaszavazták 6-szor. Aztán meg is etted, csalódnom kellett benned, nagyon csalódtam benne, hát a mazsad. Onnan jött az ötlet, hogy én alapból gördeszkás vagyok, és Instagramra csinálok gördeszkás videókat, és ezek a videók alá mindig a SoundCloud-ról szedtem le ilyen New School Hip Hop vagy Trap zenéket, most én nem tudom, hogy ez melyik műfaj. Azért szedtem a SoundCloud-ról, mert én szeretem, hogyha nagyon kevesen nézik meg, tehát ilyen 1000-2000, mikor így azt mondják, hogy ember, te ilyen szart hallgatsz. És akkor én ezt szeretem, mikor valakinek valami szar, az nekem jó. Ez engem nagyon nagy boldogsággal tölt el. És miért pont X-lett a neve, vagy EGS? Hogy ez? X. Ez hát igazából, mikor tüsszent... Nem. Mikor valaki tüsszent, akkor szokták mondani, hogy X. Elmentem ilyen allergia tesztre, így beixelték a karomon, akkor így az összes bepirosodott, és mondták, hogy hát ide már ne is gyere, mert már nem tudunk mit megállapítani, mert minden allergiás vagy. Bedagad a szemem, bedugul az orrom, és nagyon sokat tüsszögök. És én állandóan ezt hallgattam. Ex, ex, ex. Meg kell őket itatni, sosem szabad szorozni, mert már nagyon szomjasak. Tudtam, hogy ez az egész kétértelmű, ez a szöveg, mert ugye meg kell őket itatni, meg kell őket etetni, vigyázni kell rájuk szépen bányán, ugye ez a lányokra is igaz. Bibike szépen bányán, gyerünk takarítással, gyerünk takarítsal, takarítsal. Ezt apukám intézte nekem, vettem ilyen sima pulcsikat, és akkor ő ráhímeztette itt Lacházán az egyik barátjával, és így én meg így nagyon köszönöm neki, mert amúgy ő szerintem tökre feldobja így az egészet. Igazából a nagyvárosiaknak így gondoltam, hogy kicsit betekinthetnek így a falusi életbe, vagy valami. Én nagyon szeretem az állatokat, és törekedtem arra, hogy például nem hallgattuk hangos az a zenét, például, hogyha valamelyik állat elfutott, akkor oda nem mentünk többen. Nem akartam nekik rosszat. Én se szeretem, ha engem bántanak. Tolerálták ezt az egészet, és így nyugiban megcsináltuk az egész klippet. A mostani fiatalok a te korosztályodnak mondjuk melyik kicsit tök idegen az, hogy kecskékkel, tyúkokkal foglalkozzanak? Hogy ilyen furcsa az, hogy... Igen, igen. Pont ezért is csináltam ezt a számot, mert volt olyan, hogy úgymond kicsúfoltak, hogy te nem Pesten laksz. Igen, egy ilyen ellenszenved esetleg azért nagyon nagy városi fiatalokkal szemben, akik kicsit pózolnak, mint tudod, mindig Instagramon, Facebookon mindig a legjobb képre kerül ki róluk, nem? Nem, nincs, nekem senkivel nincs ellenszenvem. Én magamra figyelek, arra figyelek, aki velem pozitív, vagy velem negatív, de építő jelleggel, hogy ebből én tudjak tanulni, de én nem tennék soha rosszat senkinek, vagyis lehet, hogy már tettem, biztos. Törekszem arra, hogy mindenkinek csak jót tegyek, és mindenkit többé tegyek. Csak annyit, hogy igazából másnak úgy van ez, hogy már kiskorában megálmodja, hogy nagy sztár lesz, meg rapper, meg mit tudom én. Én nekem semmilyen nem volt. Én kiskoromban egy egyszerű kukás szerettem volna lenni, vagy szippantós, és amikor már például, amikor jött a szippantós kocsi, és még ott laktunk Lacházán, akkor
nekem mindig fognom kellett a szippantós autóba a csövet. Mindig. Mindig. Soha nem lehetett kiadni, és igazából nekem csak így ilyen egyszerű álmaim voltak, és ez még mindig nem változott. Vigyázz, tyúkszor, elcsúszol, kakas, odaszart háromszor, gyerünk, taka, ríts fel! Gyerünk, taka, ríts fel! Gyerünk, taka, ríts fel! Taka, ríts fel! Gyerünk, taka, ríts fel! Ha feltakarítottad, ebben meg egy nyugodtan, nézd már nagyon nézd!